kertében. Három állnak él békében, répa, apró bogyoró, amit majd szólva borna jó. Szöregerdő közepében, három állat játszik szépen, szeretik egymást bogyoron, a három féle tapancsja. Nyomi vagyok, citerálkom, de zenélek, nem is fávok, még itt szól a citera. Az erdő légtornásza, lombkoronák artistája. Ugram, hoppá! Szi-szi-szi, sasi-simi, tűzvárna a háza neki, hogyha jöjj az ellenfél, elborul és kicsveti. Répa mogyoró, ami majd szólva jó. Öregedő közepében, három állat játszik éppen. Szeretik egymást szó nagyon, a három kapacsja. Akkor most fogodzunk! Jó, hely, jó, fogodzunk! Jó! Mi befogodzkodunk? Jaj! Nálad még a föld is művelzett! Mi van? Azt mondtátok, fogodzkodni fogunk! Jaj! Nem fogodzkodni, hanem fogodzni, vagyis fogocskázni! Jó, értem! Akkor én leszek a hunyó! Jaj! A fogóban nincsen hunyó! Nincsen hunyó! Mi? Mi van a fogóban? Ház! Ház? Milyen ház? Falmaház, vagy faház, vagy téglaház, teljesen mindegy! Teljesen mindegy! Vágod, öcsipó? Azért nem mindegy, mert a szalmaház az például pihepuha! Jól bele lehet túrni magunkat! A faház, az meg ugyanaz! Figyusz, a fogóban bármi lehet ház, például az a szikla. Ó, az a szikla? Igen. De hát oda nem lehet bebújni, sem ablaka, sem ajtaja. De ha megérinted és fogod, akkor védelem alatt állsz, nem foghatunk meg, mert az a ház. A szem! Nem értem. Olyan sötét vagy, mint a bakony belső zsebe. Na jó, lopattok ki, Ádám Pinyu, hagyjuk sincsetik. Nem érti. Szerintem inkább bújócskázunk. Wow, szuper, bújócskázunk, jó hely. Na és ki lesz a hunyó? Majd kiszámolom, fiú, álljatok ide. Ja. Én kezdem a kiszámolót. Nos. Eccem, peccem, pompó, dáré, őszi, dió, kanci, cáré, cér, nára, címe, gére, haski, madár, az egére, állé, 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 puk! Puk! Miért puk-puk? A kiszámoló végén egy puk van! Nem, kettő! Nem, egy puk van a kiszámoló! Kettő! Egy puk van a kiszámoló! Gyereke, ugye, hogy csak egy puk van a kiszámoló végén? Honnan estem ki? A zsírek nem szoktak kiesni. Az apró madárfiókák szoktak kiesni a fészkükből. A zsírek bátor. És ha veszélyt éreznek, összegömbölyödnek és elborulnak. Mi?
mi van? Kiestél? Mi maradtunk benne a házban? Vagyis a kiszámolóban már teljesen összezavarodtak. Szóval mi maradtunk benne a kiszámolóban, akire ugye a fog legközelebb, az esik ki másodszor. Aki pedig bemarad, az lesz a hunyó! Az lesz a hunyó! Hol? Benne a házban? Na jó, elég! Saci Sünivel soha többet nem játszom semmit! Én sem! Sem bújócskát, sem fogócskát! Saci Sünivel csak egyet lehet almával labdázni, de az is mindig fennakad rajta, úgyhogy inkább az sem! Saci Sünivel soha többet nem játszom semmit! Kivéve a holnapi futballmérkőzést, amit a malacok ellen játszunk! Na jó, gyere lapátka ki! Keressük meg! Kicsodát! Az emós csigát! Majd fogózzunk vele! Oké! Jó, gyere! Fiú, arra gondoltam! Jó, menjetek csak! Fogózzatok csak Csiga Csabival, neki úgyis mindig kéznél van a háza! Én meg addig készülök a holnapi nagy fosz is összecsapásra! Aztán szépen visszamentek az iskolába, Uhu bácsihoz. Aha! Aj, nem aha, hanem Uhu. Oh. Ő a osztályfőnök. Na majd meg tudod kicsisülni, hogyha első osztályos leszel. Na ott majd megtanul számolni, írni, olvasni, fogócskázni, bujócskázni, és akkor majd veled is lehet játszani. Igen, de amíg ovis vagy, addig kapod az évet, töccsé! Na, figyeljetek iskolások! És Süni! Innen a fáról elég jó a kilátás. Közeledik Farkas Ferdinánd. Ki az a Farkas Ferdinánd? Hát, Farkas Ferdinánd. Noj, a farkas! Ha nem akarjátok, hogy ő is beálljon közétek játszani, menjetek a kis patak mögé a tisztásra. Közel van a vadász háza, ezért ott nem ólálkodhatunk. Ajaj, én már itt sem vagyok, már húzom is a nyúlcipőt. Hú-hú! Várjál, én is húzom bele! A nyúlcipőt! Jobb, ha te is velünk tartasz! Gyere, na! Fülős, igen, kucorgós, tépet írhát teringetté, kruncsuló brencsele, recsecse, rúcsúcsú, de éhes vagyok. Kár, hogy nem jöttél hamarabb, mert Lapát Laki, Csaci Südi és Miki Laci Mókus itt jártak az imént. Ha előbb jössz, nem maradtál volna éhen. De így aztán, most rághatod a körmödet éhedben és bánatodban. Károgi Károly. Jaj, ahelyett, hogy segítenél, mert mindjárt éhen pusztul szegény öreg farkas barátod. Vagy talán te nem félsz Farkas Ferdinándtól, aki az erdő legveszedelmesebb állata? Hát ugyan már, miért félnék? Mert tőle mindenki fél, és mindenki reszket. Hát, pedig én nem félek tőled, és nem félnek a gyerekek se. De igenis félnek, mert én erősebb vagyok mindenkinél, náladnál is, az erdő összes lakójánál. Sőt!
Ha az összes gyerek hiána velem birkózni, legyőzném egyszerre mindannyiukat. Én aztán akkor sem félek tőled, és a gyerekek sem félnek tőled. Mi az? Ti tényleg nem féltek tőle? De! Játszunk egy játékot. Mondjuk emelje fel a kezét az, aki inkben, blúzban vagy pulóverben van. Igen, bátran, bátran. Nagyon jó. Letehetitek a kezeteket. Egy pillanat. Nézzük csak. Figyelem! Ti nem kaptok csokit. Na, szerettek már? Hát akkor játszunk egy egész más játékot. Most azt tegye fel a kezét, aki az előbb nem tette fel, de csak az. Tegyétek csak, tegyétek fel. Itt a vigyorgó kisfiú a második sorban, ott a nevető kislány a harmadikban, és a mosolygó óvonék egy pillanat. Mozart Kugel, Smarties Lendig. Figyelem! Ti sem kaptok csokit! Na mi van? És ti szerettek már? Na megálljatok! Elfújom a házatokat! Bízom, bízom, de ti szemleves itt a második sorban, a tiédet is elfújom! Hiába fújtok az omahéni szoknyája mögé! Elfújom mindenkinek a házát! De előbb keresek valamit, amit fölfalhatok, mert olyan nagyon éhes vagyok. Forró vizet a kompászra! Hát te meg ki vagy? Én a kis malac vagyok. Melyik? A három? Nem, az egy. Na hát akkor tűnj el innen, mert ez egy másik mese. Az a részfán fütyülős, jégen kucorgós, tépet írhás teringettét, kruncsulu brentjele, recsecse, rucsucsu, haj, de éhes vagyok! Hello, hello, itt az operenciás kívánságműsor. Ki a következő telefonáló? Dorottya vagyok. Dorottya, és melyik számot szeretnéd kérni, Dorottya? Beszélünk a farkastól. Ó, remek. Akkor forogjon az új videóklip, a három kis malasztól. A We are not afraid of the world, vagyis a nem félünk a farkastól című slágert. Farkastól, 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 megfőzzük mi mástól, bizony ruhástól. Nem félünk a farkastól, 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 megfőzzük mi mástól, bizony ruhástól. Hogy anyja fog sokáig, kis lábúj gyöldjokáig, remesz, mint a nyárba levél, majd meg ez a farkas se fél. Ricky, 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 Ric
vízám, dagadsz, mint a tészta levél, majd legesz a farkas tepény. Kurta farkú, röfi vagyok, arcom vidámságtól ragyog. Futogózok, tornázok, jő az eső, nem fázok. Jő az eső, nem fázok. Röfi komisztán, gyerekek, ebből szerintem szabadrúgás lesz, és így is van. Csiga Csabi szabadrúgást ítél a malacok javára, mint egy 20-25 méterre a kaputól. Tufi előtte Röfi beletette a sárkányhoz. Röfi beletette a sarkát a mellett lévő kapus mellett, és a belemozduló Miki Laci mókus fölött berepült a labda a kapu jobb felső sarkába, hát hihetetlen. 2-1-re vezetnek a malacok a Viktoriánus Jézusban felújított és felszentelt Erdei stadionban. Megérdemelten vezetnek a malacok, csodálatosan játszanak a fiúk és Nyafi. És lássuk, mi lesz tovább, az erdei állatoknál van a labda. Igen, Miki Laci mókus tovább Lapátlakinak. Nem, aztán vissza Lapátlakinak. Lapátlaki megpróbál lőni, de Nyafi kézzel ér a labdához. Jézus, mi történt? Nyafikál, hát mit csinálsz, Nyafikál? Hogy tudtál a győzelem kapujában kézzel érni a labda, hoppá? Hoppá, hoppá, igen, valami történik, úgy látom. A százlábú jelentkezik játékra. Hölgyeim és uraim, ez egy nagyon indokolt húzás az erdei állatok részéről, hiszen mindenki tudja, hogy a százlábú az erdő büntető specialistája, és még sohasem hibázott. Ahogy tehát ígértem, csere következik. Sűsöci helyett a százlábú a pályán, aki farta szemet néz a malacokkal. Hölgyeim és uraim, idegtépő pillanatok ezek, hiszen mindenki tudja, hogy már csak pár perc van a találkozóból, és ezen múlik minden, a százlábú nekifut lövés, gól! Kettő és Csiga Csabi ebben a pillanatban le is fújja a mérkőzést! Hát hihetetlen! Az évad utolsó mérkőzése 2-2-es döntetlennel végződött, aminek én, Károgi Károly örülök a legjobban, hiszen pontosan ilyen tiketet adtam erre a mérkőzésre. Úgyhogy most egy vadi új, szupermenes pólót tudok magamnak vásárolni. Most már igazán nyugodt szívvel mondhatom, hogy jöhet az ősz és a tél, de tavasszal újra folytatni kell. Azt, hogy hova kerül a csodakupa, már csak áprilisban tudjuk meg. Igen, lassan megérkeznek a szurkolók is a pályára. Boldog játékosok és szurkolók a pályán! Menjetek haza! Menjetek haza! Menjetek haza! A sport szeretete az, kedves hölgyeim és uraim, ami összeköt minket. Szeretet van, nincs ellenségeskedés, és akkor nem leselkedik ránk veszély. Kedves hölgyeim és uraim, csodálatos 90 percet éltünk át itt együtt az Erdei stadionban. Lassacskán elmennek a játékosok és a nézők is, elbúcsúznak a mezőktől egy kis időre. Hát, gyönyörű időszak volt ez a mai év. Búcsúzik önöktől innen a magasból Károgi Károly szakkommentátor. Viszontlátásra! Viszont hallásra! Figyelem, malacok! Itt az idő, hogy... Milyen idő?
kis testvérem, a rossz idő. Véget ért a nyár, nem sokára itt az ősz, az eső, a hideg, és utána a tél is beköszönt. Így hát, Farkas Ferdinándról. Ő is beköszönt? Nem, jó, ő nem köszönt be, hanem köszönt és nélkül érkezik, és egy télcitromot lesz a szádba. Ennyi, pufi! Nem szabad a kis testvéredet ijesztetni. Ja, oda, akkor nem, amikor mindig olyan butaságokat kérdez. Hát persze, hiszen még kicsinkó. Légy vele türelmes. Jó, megpróbálom. Tehát ideje házikót építenünk. Gyertek, elmegyünk az erdőszíri telepre, és hozunk téglát és építőanyagot, na gyerünk. Micsoda? Téglából építünk házat? De az olyan sokáig tart, hát százszor megéhezem, mire felépül az a téglaház. Én azt mondom, hogy építsünk házat fából. Nem. Sem tégla, sem fa. Szalmából kell házat építeni, ahhoz nem kell sem martát, sem kalapát, sem szem. Csak jól összetorifolizzuk a sok szalmát, kétterünk kaprunk rajta egyet, és már is belefúrhatjuk magunkat, ha jó meleg szalma kell. Ennyi, testvérei, mit malackodtok itt össze-vissza? Házikót téglából építünk meg, az a legtartósabb, és pontunk. Na, egy szó sem lehet róla, egy kizárólag fából vagyok hajlandó házat építeni. Én meg csak egy szalmából. Téglából építünk házat, nem nyitok vitát. Ennyi, mindféle testvérek vagytok, hogy nem tudtok megegyezni. Én szóltam előre, nekem mindegy. Kár, 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 kár. Utoljára kérdezem, jöttök velem a telepre, vagy nem? Nem! Akkor maradjatok magatoknak! Én megyek! De Pufi, ez elment! Tényleg? Nem baj, hadd menjen! Azt hiszi, hogy ő a legokosabb. Csak azért, mert idősebb nálunk. Jó. Menjél, Röfi! Megyek én is! Hátra találok valakit, akivel felépítettem a szép faházikómat! Jaj! Hát egyedül maradtam! Nincs itt senki! Röfi! Nincs itt senki! Hát én senki vagyok. Hát akkor mégiscsak van itt valaki, mert a senki nem mondja azt, hogy hát én senki vagyok. Én vagyok a Csiga Csabi. Fenn vagyok Petbookon, bejelölhetsz isminek. Szia, Csiga Csabi! Szia! Miért keseregsz? Azért, mert összevesztem a tesóimmal. Röfikőből, Pufikából, én meg Szalmából akartam házat építeni télire, és most egyedül maradtam. Hát te miért nem hordjátok a házatokat a hátatokon, ahogy én? Nem, a malacok nem vihetik a házukat a hátukon, csak a csigák. Meg aztán vendéget sem tudnék hívni. A te házad is csak egy személyes, csak te férsz el benne nekem, meg van barátom. Lapát, Laki, Ádám, a Nyuszi, hogy tudnék vele játszani, egyszer nem kérnék be a házamban? Nem egészen tudlak követni, de én mégis jól érzem magam egyedül. Megosztottak egy hivatkozást, hatalmas nyárbúcsúztató buli lesz a rózsaszín hernyóban. Mi lesz a program? Mesztelen csigasó! Öreg erdő közepében három állat játszik éppen fenn egymásról nagyon a háromféle papancson. Jobb játszottunk, igaz kaszok? Igaz! Sziasztok! Szia! Fia! Játszhatok én is? Hú, éppen most fejeztük be a játékot. Hol vannak a tesóid? Összevesztem velük, mert Röfikőből Pufi meg fából akart házat építeni télire, pedig Szalmából a legjobb. Én is mindig oda fúrom be magam. Én is ezt mondtam. Igazad van, unoka tesó. Mit van? Ti frankon uncsi tesók vagytok? Hát csak amolyan fajrokonság vagy mi, de az is lehet, hogy csak névrokonság. De figyelj, hogy ért be? Az a teljes nevem Sündisznó Sűsarolta.
Én meg, ha megnövök, de jó nagy álmom olyan 10 óra, akkor majd disznó leszek. Nagy, kövér, disznó! Ja, olyan kövér leszel, hogy a légy kétszer tankol, mire körbe repül. Jó, de amúgy a sündisznónak meg a disznónak semmi köze ám egymáshoz. Legfeljebb spanok lehetnek, de rokoni szálak nincsenek. Nincsenek! Igaz, de ez minden zárja ki, hogy együtt építsünk házat. Jaj, de jó, Zsacival fogok szállva házat építeni. Hallod, lappátlott jádám, ezek bekottoltak. Jó. Te is tudod, hogy a téglaház a legtartósabb. Nem. Hát fából készül a legfrankóbb kezdőjó. Dehogy is, a téglából. Na, mi egyetértünk. Ők meg csak hadd fejtegessék, hogy miből készül az igazi ház. Gyere, gyűjtsük, gúrjunk szénát. Te jó, megint. Ti meg csak gondolkozzatok. Ég, álljon benneteket. Jó, de hát kevesek ezek, mint zsákba mackában a dorombolás. Figyú, szerintem a szalmaház akkor is rossz ötlet. Jó, igazad van, kevés a szalmaház, mint erdőtűzhöz a vízipisztoly. Na jó, figyú, én akkor is röpivel értek egyet. A téglaház a legtartósabb és a legbiztonságosabb. Na megyek, szevasz! Csá, tiszta csokoládés palacsinta, legpáros lesó! Na jó, van, na menjél csak! Na te is menjél, kicsi süni! Hát hagyjatok itt nyugodtan, hát nem félek én semmitől! Mi vagyok én? Egy gyávó nyúl! Nyúl! Háj! Nem, figyú, hallottátok ezt? Azt mondtam, nyúl, érted? Nyúl! Gyáva nyúl! Figyú, van jobb is! Figyú, ezt hallgassátok! Még beatboxolni is fogok hozzá! Na figyú! Én vagyok itt egy nyúl! Mi? Ne merészelj hozzám, nyúl! Mi? Mert olyan tapsz, hogy kifogsz, nyúl! Mi? Tapsot kérek! Gyerekek, léci, szóljatok, hogyha van itt valaki a közelben, jó? Jaj, köszönöm. Micsoda, farkas, kor! Jól van, mert egy darabig azt hittem, hogy tényleg komolyan gondoljátok, hát tudom, hogy mit hittetek. Megint majdnem bevettem, de nem lenne farkasatok. Jaj, farkas, hol vagy, farkas, Na gyere, lenyomlak, mint süsű a cölöpöt! Mancser, kiütöttelek, mint ovist az erjedt almané! Egy év 6 hónapos futamidőnél akár 10,42%-os hozam. Megtakarításhoz kötött lakáskölcsön évi fix 8,5%-os kamattal. Árfolyam kockázat nélkül, kamatadómentes befektetési forma, garantált hozam és kamat a teljes futamidőre. Velünk nem szállnak el lakástervek. Garantáljuk. Pigmenta. Anyag, amelyből építhet. Igen, kocorgós képet, írás, teringették, kröncsülöm, rendszerre, csecserú, csúcsú, de éhes vagyok!
szalmaház, bálaház, színaház, ronda farkas, joldigány, mentőrrám, ubrász, simi, nyomi, építkeznek, hideg télben, isznak, esznek, duruzsul a kandalló, lehull majd, ahó, nekem téna, neked szalma, virágos kert, lesz az alja, túrunk, fúrunk, röpögünk, ha jön a farkas, röhögünk! Megvéd minket szalmaházunk, jöhet eső, mégse bázunk, süni, nyafi, még éneket, ha jön egy góvencire! Épül már a defkaház, tuskóház, kélekház, ronda farkas, jól vigyáz, nem tör rám obrád! Nyuci, pupi, építkeznek hideg télben, ittnak ácsák! Duruzsol a kandalló, hogyha lehull majd a hó. Nálam fenyő, nálam nyárfa, sok tesztakert és gerenda. Túrunk, fórunk, röfölünk, ha jön a farkas, röfölünk. Megvéd minket kis faházunk, jöhet eső, meg sem állunk. Nyufi, pufi, vígéreket, ha jön igó, vét idege. Épül már a nagy kőház, téglaház, erős ház, ronda farkas, jól vigyáz, nem tör ránk a prász. Fókus, röpít, építkeznek hideg télben, tiszta kesznek, duruzsol a kandalló, hogyha lehull majd a hó. Nálam malter, nálam tégla, sok szerszám kell, és talicska, túrunk, fórunk, röpögünk, ha jön a farkas, röpögünk. Megvéd minket téglaházunk, jöhet eső, meg sem ázunk, fókus, röpi, vígéreket, hagy a rigó vécineket. Épülünk itt az almaházot, meg kis faház és téglaház, őhez tartas nagyon vigyáz, de nem tör rám a prász. Kis állatkán boldogat érnek, tél van még itt őzsölnek, farkaskom a fázik, de nem kis, nem ütvés a kép remek. Náluk szalva, fa és tégla, erős vagyok, szemem balga, üdöltöm, üdöltöm. Ha megeznek majd vigyarva, elfújom az összes házat, minden telket vára. Farkaskom a vígéneket, sötte zsigó, nincs világe!
Vidám a nél két kis állat, felépítettük a lábat, boldogság és szeretet, dolnak a verebek. Nem félünk a farkastól, 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 megfőzünk pirulástól, bizonyruhástól. Hé, lopat, Loki, hallottad? Valaki kapott? Biztos csak a szemed pufikám az éjségtől. Nem. Határozottan hallottam, hogy törömböltek az ajtónkon. Ajaj, lehet, hogy a farkas az? Emegyetek be, lopat, Loki! Fúzi, emegyek bennünket! Aha, ráismertem! Ez a farkas csak elváltoztatta a hangját. Tényleg! Figyú! Én már első pillanattól kezdve tudtam, hogy a farkas az! Csak elváltoztatta a hangját! Nem engedünk be! Úgy is tudjuk, hogy te vagy a farkas! Igen, csak elváltoztattad a hangodat! De Nyafi! Ezek nem hisznek nekünk! Most mit tegyünk? Mi vagyunk azok! Begy szóra! Jaj, ugyan már ez bárki mondhatja! Ha tényleg te vagy az! Ki te? Én? Az teljesen mindegy, két hangon is beszélhetsz hozzánk, látunk mi már bábszínházat. Nagyon jó. Ha tényleg te vagy az, akkor el tudod röpögni nekünk azt a kiszámolót, amit a kocamama tanított kiskorunkban. No, röpögd el, de gyorsan, Nyafikám! A zsicska fügyel, minden kutorlót! Húzz el innen! Jó, húzlak! Mi? De ne, ne, ne,
engem húz, hanem a csíkodat te! Köszönjük a rókodat! Vidám nélkét kis állat, felép ide a házat, boldogság és szeretet, dalolna a merevek! Nem engedtünk be titeket. Igen, mert azt hittétek, hogy a farkas az elváltoztatott hangon. Nem hiszünk semmit. Mindent látunk és hallunk. Hogy lehet ez? A ház és a környéke be van mikrofonozva. Térfigyelő kamerák működnek a ház minden sarkában. Látunk is beteteket. Ezt hogy csináltátok? Ormilla Muttit. Az meg ki? Hát a híres afrikai trombitás. Állítólag hatalmas orra van, és még nagyobb lapát fülei. Nem érdekel! Én malacot akarok, még pedig sütve! Na jó, hát én csak úgy javasoltam. Tudom már, hogy járok túl az eszükön. Aranyos, kedves bájos, ma született báránybabába költözöm, és nem ki, hanem becsapom őket. Itt is van valahol a tökéletes áruha. Nézzük csak, ezt becsatoljuk, ezt begomboljuk, egy szoknya, egy nadrág, alul semmi. Így, na! Ugye szép vagyok? Na, hát hogy mondhatok ilyet? Csábító Csini, szereti valóan bégető Bari Bébi! Köszönöm!
itt senki sem viszi el neked, hogy te nem a farkas vagy fel! Jaj! Pokolva ezzel a göncsel! Csak tudnám, hogy kapom el ezt a három jó madarat! Megvan! A jó madarakat! A jó madarakat fogom elkapni! Első jó madár! Második! És a harmadik jó madár! Lebombázom a házukat! És itt van még hozzá a titkos fegyver! Itt lapul valahol! Nincs más dolgom, mint betáradni az első madarat! Na most meg tudjátok, püspök kalakáim! Milyen igazi romos házban élni? Hát ez nem baráj! Nem baj, még mindig marad két madara! Majd kezdjed már.
csiga vagyok. Nyáras csíkot húzok. Olyan kemény nagy arc vagyok, hogy mindenkit leszúzok. Tele van piercinggel az egész testem. Az utolsót kilövettem, néppestem. Aj, pedig olyan szépen gyakoroltam. Na jó, akkor következzék most a híres afrikai trombitás. Lehet énekelni, táncolni. Ladies and gentlemen, and now, please welcome the famous, the world known, the African trumpet player. You should be dancing and singing. Meine Damen und Herren, jetzt kommt eine sehr berühmte Trompetkünstler aus Afrika. Kommen Sie tanzen und singen. Señoras y señores, y ahora podemos ver el trompetista más famoso del mundo. ¡Arriba, arriba! ¡Puede cantemos y bailemos! ¡Olvídate!